Igen, hát mondjuk úgy, hogy könnyebb titeket reklámozni, mint egy olajgyárat, vagy egy cigaretta kereskedő céget. Szerintem ez az első lépés a digitalizációban, hogy az ügyfeleket, a listádat elkezded építeni, minden mellett párhuzamosan legalább annyira fontos, hogy egy e-mail listát, egy, egy saját kommunikációs csatornát kiépítsen egy jelenleg csak mondjuk egy fizikai volt, ahol nincsen ilyen jellegű digitalizáció. Én az első eladásaimat a barátaimnak, anyukám ismerőseinek próbáltam eladni. Sziasztok, Kovács Miklós vagyok, és ez itt a Lépéselőny, a Soprater podcast sorozata. Az epizódokból megkapod a választ arra, hogyan legyél mindig egy lépéssel a piac és a versenytársaid előtt a legújabb digitális megoldások segítségével. A világ változik, szerezd meg velünk a lépéselőnyt. Háromfej Balázs vagyok a Biobobi Kft. ügyvezetője, és hát gyakorlatilag négy éve indult el ez a bebáruház, törzsekeres oprenteresként indultunk, és tulajdonképpen hulladékmentes háztartási ökotisztítószerekkel foglalkozunk. A hozzáadott értékünk az, tulajdonképpen az az, hogy minden olyan flakont, ami tőlünk származik, azokat visszaveszik a vevőktől, valamiért nagy idézőjelbe betétdíjat is adok, de ez technikailag egy kedvezmény, de valamikor betétdíj, betétdíjként hivatkozunk rá, és úgy gondolom, hogy ez az, ami így előre tudott repíteni minket a, a nagy zajban, ami egyébként ezen a piacon zajlik. Igen, hát mondjuk úgy, hogy könnyebb titeket reklámozni, mint egy olajgyárat, vagy egy cigaretta, kereskedő céget. Felbukkan egy régi barátod, aki azt mondja, hogy hogy szeretne indítani ő is egy hasonló céget, mint ami a tiéd, akkor miket tanácsolnál neki, főleg úgy, hogy már a digitális átalakításon is átment a céged? Hú, ezt rengeteg oldalról meg lehet fogni. Én mostanra már azt vallom, vagy azt próbálom vallani, hogy a fokozatosság az nagyon-nagyon számít, viszont kell bele egy kis merészség és akaratosság, hogy fejlődni tudja maga a vállalkozás, és egyről a kettőre lépni. Na, talán ez egyik legnagyobb tanácsom az ehhez fűződne, hogy ö, próbáljon kicsit ö, sokkal nagyobb elánnal és merszel belevágni a dolgokba, mert mindig akkor jön a siker kicsit, ha nagyobbat kockáztat az ember. Így általánosságban talán ez így a klisé fogalmát is kimeríti, ide. De én ezt, ezt gondolom, hogy ez az egyik fő ereje annak, hogy tudjon fejlődni egy cég, főleg egy új cég. És hogyha ez a barátod, tegyük fel, már kereskedik, csak épp nem online felületen, akkor mit tanácsolnál neki? Milyen eszközöket használjon a digitális átállás útján? Ha semmilyenféle digitális... Öm eszköze nincsen jelenleg a tárházában, akkor mindenképpen egy, egy, egy sima Excel táblázattal el lehet indítani ezt az egészet. Azért bomba jó, mert tökre ingyen van, és hatalmas adatot ki lehet belőle nyerni, amivel tudja növelni az eladásait, a visszatérő vásárlóit és a, hát a nap végén az eredményét. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy trekkelje a vásárlóit, legyen tisztában azzal, hogy ha nem is pontosan de a, egy régi vásárlója mikor fog legközelebb visszajönni hogy hozzá vásárolni, mit fog tőle vásárolni, és mi az, amit még ez adott esetben hozzá tud tenni, mint upsell, vagy eladni még mellé. Szerintem ez az első lépés a digitalizációban, hogy az ügyfeleket, a listádat elkezded építeni, minden mellett párhuzamosan legalább annyira fontos, hogy egy e-mail is, tehát egy, egy saját kommunikációs csatornát kiépítsen egy jelenleg csak mondjuk egy fizikai volt, ahol nincsen ilyen jellegű digitalizáció. Nagyon belecsaptunk a lecsóba. Én azt mondom, hogy igen, ügyfél és e-mail lista az mindenképpen fontos. Neked mi volt meg ebből a legelején? Hát gyakorlatilag semmi. Egy, egy ö, én az első eladásaimat a, a barátaimnak, a, anyukám ismerőseinek ö, próbáltam eladni, mert itt tudtam találkozni személyesen az én vevőkörömmel. Nyilván most már nem ők a vevőköreim, de hogy, és hogy potenciálisan olyanokat hívtam föl, akik ö, vérhetően megvásárolják tőlem azt a terméket, amikor én azt, akkor azt kitaláltam. És ha szemtől szemben látod, akkor egyrészt mondjuk száz eladás után már ismered a a, a potenciális vevőnek a szavajárását, az ő nyelvét, és utána ezt át tudod ültetni a nagyobb csatornás kommunikációtba, a közösségi médiába, videókba, akármiben, ahol, ahol kikerülsz ugye a, a piacra. És ez mindig nagyot tud ütni, amikor azokat a nyomópontokat, azokat a problémákat tudod kommunikálni az ügyfelnek, és ezzel tudod növelni abszolút a, az esélyedet a piacon, főleg ha új vagy. És ehhez hogy tudnak hozzájárulni a digitális eszközök? Tegyük fel, mondjuk kérdőíved a vásárlóidat, vagy egy párbeszédet alakítasz ki velük. Mik azok az eszközök, amik segítenek neked abban, hogy jobban megismerd a célközönségedet? Ha már van az embernek egy e-mail listája, az egy hatalmas előny, de amíg mondjuk nincsen, és de már van egy beáramló forgalma akár egy, egy, egy olyan vállalkozásnak, aki már kereskedik, de még nem digitalizált, akkor egyszerűen a meglévő vásárlóit kell akár azzal egybe kötve, hogy elkezdi őket trekkelni, feliratkoztatni az ő listájára, ez akár lehet egy papírcetlire írja le az e-mail címét, meg odarak egy checkboxot, hogy hozzájárulok, de őnek ki kell kérdéseket föltenni, és az első 10-15 vásárló után úgy is látni fogja az ember, hogy mekkora információ birtokában van az ő vevője, ami hát gyakorlatilag egy aranybánya tud lenni abban a tekintetben, hogy utána te is az információ birtokában leszel, és ennek kapcsán tudod építeni tovább a vállalkozásodat. Ti milyen eszközöket használtok arra, hogy jobban megismeritek a célközönséget, és arra, hogy a saját cégedet jobban megismert? A jelenállásra vagy kíváncsi? Tehát ahol most állunk éppen, vagy amikor mondjuk elindultunk? Lehet mind a kettő. Mm -hmm. A kérdés úgy is hangozhat, hogy mi az, ami változott mm -hmm. az idők során? Amikor már van egy nagy közönséged, akkor őtől nagyon könnyen tudsz kérdezni. És egyébként a törzsökeres vásárlók, de még aki nem is feltétlen törzsökeres, ők is nagyon szívesen megosztják a tapasztalatait a veled. Sőt, az egyik legnagyobb pozitív csalódás az volt, amikor elkezdtük gyakorlatilag én ügyfél visszajelző telefonokat uh, ejteni az ügyfel a, a, a meg, meglévő vásárlók felé, tehát ahogy vásárolt, két hét múlva fölhívjuk, hogy minden rendben van-e a termékkel, a kiszállítással, bármi probléma vagy kérdése adódott-e, ha nem, akkor az tök jó, illetve kapunk egy visszajelzést arról, hogy ő valószínűleg fog-e legközelebb adott esetben vásárolni tőlünk, vagy hogyha van bármilyen megválaszolatlan kérdése fejében, azt uh, mi meg tudjuk válaszolni, profin. Ez már egy jó, eleve az ügyfeles munkatársnak úgy állt hozzá, hogy, hú, hát most zaklat, idézvélben zaklatnom kell az ügyfeleket, de, de ez nem így van, mert nagyon örülnek, hogy végre elmondhatják valakinek. Meg van egy olyan cég, akivel közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani, és szerintem egyébként ez tökre hiányzik a magyar cégeknél, mert én egy kezemben meg tudom számolni, hogy egy, mikor hívtak engem föl legutóbb. A, ö, egy, egy internetes, ö, sokak által ismert élelmiszer lánckereskedőtől hívtak fel, és baromi jó esett, hogy elmondhattam, hogy fiú, ez itt, tök jó, legközelebb, a hamarabb jön a futár, az még jobb, de hogy köszönöm, hogy van egy fórumom, ahol ezt elmondhatom, és tudjátok az én igényeimet szolgálni. Na, ebben most már nagyon belementem, na úgyhogy... Uh, jó, így ke. kell. Szerintem az a lényeg, hogy a lehető legtöbb csatornán addig a mértékig, amíg ez nem egy zaklató jellegű az ügyfelek felé nyilván, úgyhogy ehhez hozzájárulnak. Tehát telefonon, e-mailben folyamatosan kell, én úgy gondolom, visszajelzéseket. Más visszajelzést kell kérni attól, aki először vásárol, és mást azt, aki már ötödjére. Úgyhogy azon a csatornán, ahol van output-input, tehát mind a két fél meg tud szolgálni, Szólani, ott, ott, valamilyen jelleggel be kell építeni azt, hogy egy kontrollingot gyakorlatilag, hogy kapjunk visszajelzést a vevőtől. És a, azt is kérdezted, hogy a, a, a cégről hol kapok visszajelzést, hát én azt gondolom, hogy elsősorban az, ez, ezek ezek azok, tehát az ügyfelektől. Mert ha a cégben valami nem működik, az úgyis az ügyfélem fog csattani. Tehát később kapja meg a csomagját, nem olyan minőségben kapja meg, letört kupakkal kapja meg a, a terméket, és ha ezeket visszajelzik, akkor vissza kell tudnunk nekünk vezetni, a cégvezetőknek, meg hát nekünk is, hogy Hol kell javítanunk? Ügyfél oldalról. Ezeket az adatokat hol rögzítitek? És ugyanúgy cég oldalról, mi az a rendszer, ami ezeket az adatokat összefogja? És azt tudod mondani, hogy van egy úgymond hőmérőd a céghez, hogy milyen adatok változnak, és akkor arra te, hogy reagálj. Ha jól tudom, az is téma lesz majd, hogy az RP hogyan be a, a vállalkozásba. Egy része egyébként itt is már ö, rögzítve van, viszont mi még ilyen ügyfél tekintetben mindig szeleket használunk. Uh -huh. A listákat tudunk leexportálni abból, hogy éppen milyen ügyfeleket akarunk elérni. Nyilván erre vannak megfelelő szoftverek a hírlevélkezelőtől kezdve, a, 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 hogyha valaki telefonon akarunk hírni, akkor más listát hívunk le. Gyakorlatilag beírkáljuk mellé egy megadott uh -huh. pontozói rendszer alapján, hogy az adott ügyfél mennyire volt elégedett, mivel volt kérdése, mik azok a kérdések, amik mondjuk minden harmadik ügyfélnél újra felmerülnek, mert akkor azt látjuk, hogy ez nem egy egyedi probléma, hanem sokkal inkább egy megoldandó feladat vagy probléma. És pont egyébként tegnap jött egy ilyen véleménye a Facebook oldalunkra, hogy, hogy azt tetszik az ügyfélnek, a mi cégünkben, hogy folyamatosan fejlesztünk, újítunk, és hogy figyelünk a vásárlókra. És számomra ez az egyik legnagyobb, mert hogy pont legnagyobb visz, pozitív visszajelzés, mert pont ezt akarom elérni. Milyen egyéb eszközöket használsz még erre a folyamatos fejlesztésre? Nekünk van egy egyedi fejlesztésük és szoftverünk. Picit van egy egyedi jellegű hozzáállásunk is a piachoz, mert nekünk vannak a képviselőink is, bár a cégnek ez most egy kisebb részét teszi már ki, és főleg miattuk lett ez beintegrálva hozzákötve a sopránterhez, API-n keresztül, ahol gyakorlatilag külön a területi képviselők is hozzáférnek, a saj, nyilván kizárólag a saját ügyfeleikhez, illetve mi is van egy központi adatbázisunk, ami a tépül, és ott látjuk szépen azt, hogy ki, mikor, mennyit vásárolt, vannak különböző. Hát gyakorlatilag ez egy CRM rendszer, egy saját fejlesztésű, nem annyira okos, mint amit mondjuk egy piacra lehet bérelni, de mi igényeinkre van szabva, és ezt folyamatosan fejleszgetjük. Tehát ez az elsődleges rendszerünk, de ezt, hogyha valakinek nincsenek területi képviselői, bőven meg lehet oldani, akár egy Excel táblában, vagy akár egy, egy kléjvó, valami egy nagyon jó hírlevélkezelő, amit mi, mi használunk, mert abban integrálva van például az a CRM rendszer, és pontosan látsz minden adatot minden ügyfeledről. És ami még fontos, hogy nem csak a feliratkozott ügyfeleidet látod, mert nyilván csak azoknak küldhetsz hírlevelet, akik feliratkoztak, hanem azokat az ügyfeleket is tudod, tudsz belőlük adatot formálni, akik csak vásároltak, de nem feliratkozók. Szóval ez, ezért tök előnyös. Ez a kettő, amit mi legfőképpen használunk erre. Meg hát nyilván az RP rendszer, ami azért össze van fűzve rendesen az ügyfelekkel. Tavaly vezettétek be az ERP rendszert. Mi változott azóta? hogy be ez vezetve? Hát rengeteg minden. Nem is volt más út. Tulajdonképpen ez egy négyszeres kapacitás volt, úgy, egy ugyanannyi meglévő munkatársra. Most ugye hatan dolgozunk bent velem együtt a cégben. Arról, attól a naptól kezdve, hogy bevezettük, mm, és megértettük nyilván, ez mondjuk egy másfél hetes folyamat volt, meg a munkatársak is megértették, négyszer annyi csomagot tudtunk feladni, annak köszönhetően, hogy ez egy automatizált rendszer hozzánk nagyjából személyre szabott, de a standardumok között maradva értem ezt, Szóval, szóval egy hatalmas előny. Ez nem feltétlen muszáj akár egy induló vállalkozásnak. Tök jó, hogyha már ezzel indul, mert akkor már ehhez tudja hozzáfejleszteni az ő vállalkozását is, meg arra készül, hogy nagy lesz, meg, meg gyorsabban fog tudni dolgozni. Mi teljesen a manuálisról végigjártuk a hadakútját, hamarabb is bevezethettük volna, de így alakult, és én nagyon örülök neki, hogy most már minden munkatárs maga biztosan használja, és nagyon gyorsan tudunk vele csomókat feladni, dolgozni, készletet kezelni, ezek a legfontosabbak. Pont ezt is akartam kérdezni, hogy egyrészt összefoglalva, hogy az ügyfelekről vannak adataitok, a készletről vannak adataitok, az eladásról vannak adataitok, ugyanúgy digitálisan. Azonban, ha én jól értem, azért ezeket, az adatokat úgy kell kezelni, mint adat, és akkor lesz információ, hogyha tudod, hogy mit nézzél belőle. Mi az, amit alapul vettetek, és abból olyan döntést tudtál hozni, ami utána kihatott a cégedre is. Ha tudnál mondani egy példát, azt megköszönöm. Talán a legkézenfekvőbb, és szerintem az egyik legérdekesebb, az az, hogy egy adott vásárló, atta a ponttól kezdve, hogy leadta az első megrendelését, és annak függvényében, hogy mit vásárolt legelőször, mert ezt külön lehet uh, ugye rögzíteni, mennyi idő telt el, hogy leadja a következő megrendelését. És ez azért nagyon fontos, mert például látom azt, hogy uh, Juli most vásárolt először, és 45 nap múlva adja le a következő rendelését. És amikor azt látom, hogy körülbelül 100 első vásárlót megnézek, ami, amiből mondjuk 40 újra vásárol, és ez a 40 ember, aki újra vásárol, ilyen 35 és 50 nap között vásárol újra, akkor tudom, hogy az első vásárlástól kezdve nekem 35, vagy mondjuk körülbelül 40 nap múlva Mondjuk egy jelzést kell adnom számára, egy levelet kell küldenem neki, amivel kicsit fölörésítem az ő egyébként, és ha már gondolkodik, akkor mondjuk adatolok neki egy kupont, vagy vagy a legjobb termékeinket egy csomagban, vagy valami, nem is feltétlenül valami nagyon unikális dolgot, csak hogy legyen egy érintési pont. És például ez egy nagyon fontos, mert amikor ezt mi bevezettük, tehát érzékeltően megnövekedett azoknak a száma, akik újra vásárolnak. Én is, hogy néztem a webshopotokat, azt láttam, hogy egyszer mentem rá, és már azt a terméket alul kapcsolódó termékként kijelölte, amit én néztem. És ezek olyan dolgok, amiket lehet egy egyszerű felhasználó nem vesz észre, csak a tudatalattiát egy befolyásolja. Van. Milyen eszközöket használtok még erre a kvázi tudatalatti uh -huh. befolyásolásra. Nálunk a folyamat valahogy úgy néz ki, hogy általában mindig egy nagyon jól forgó termékkel, nagyon jól videókban akár, vagy hirdetésekben jól demonstrálható előtte-utána képes, vagy videós termékkel uh, próbáljuk kvázi becsábítani az ügyfeleket. Minden esetben uh, ez, ez egy ilyen közösségi oldalos hirdetésekről érdetések, szoktak érkezni, és nem egyből a webshopba küldjük, hanem egy landing oldal, vagy egy sales oldal, akinek hogy tetszik, inkább sales oldal, mert egyből el akarunk adni, és tulajdonképpen azokból az adatokból, amiket már ismerünk, tehát tudjuk, hogy ki a vásárlója annak a terméknek, milyen problémára keres megoldást, és akkor hát mint egy rendes itt ezeket elkezdjük neki fölsorakoztatni, megpróbálni eladni számára, és tulajdonképpen bemutatni, hogy ez, ez a tökéletes megoldás az ő problémájára, a vízköves zuhanykabinra, a vízköves vécére, a bármire, és nyilván ott vannak tök jó illusztrációk ehhez kapcsolódóan. Ott már egyből van, hogy egy terméket meg tud venni, de egyébként mellette van másik kettő ajánlat, és nyilván egy drágábbak, de egyre nagyobb plusz értéket kap mellé. Például a legnagyobb csomag mellé egy szórófejes flakont adunk ö, ajándékba, vagy egy vászontáskát, vagy akármi, és az a jellemző, hogy egyébként azok a vásárlók, akik először vásárolnak, ők nem csak azt az egy terméket veszik meg egyből, amit amúgy hirdettünk, hanem mellé vesznek más a háztartásban felhasználható teljesen más területekre. A háztartásban teljesen más területekre felhasználható termékeket, mert hát ott van egy tök jó ajánlat, és akkor, akkor biztos a többi is ilyen Ez az első pont. Megvan az első vásárlás, és onnantól kezdve bekerül amennyiben nyilván feliratkozik, a hírlevél, az első hírlevél folyamatába, vagy ilyen szekvenciába, és itt is már szegmentáljuk azt, hogy ki mit vásárolt először. A legjellemzőbben ilyen próbacsomagokat szoktak, és azoknak általában ugyanaz a metodológiája, vagy ilyen folyamata, de pont ugye ezt, amit az előbb beszéltünk, hogy körülbelül amíg eljutunk oda 45 napig, addig azért lájtosan, nem erőszakosan, de én például küldök egy levelet, vagy nyilván az automatizáció, én bemutatkozókat, van az én arcom is benne, egy közvetlen tevékenységet, bizalmat ébresztünk, bemutatjuk, hogyan működik a flakon visszaküldését, egy ilyen fan-fektet adunk, hogy a 2023-ban visszaváltott flakonokat, ha egymás tetejére tennénk, akkor az kétszer magasabb lenne, mint a Burj Khalifa világ legnagyobb épület, és ezek csak ilyen apró dolgok, és nem, nem egy ilyen elhúzott uh, és akkor a 45. napig, ha körülbelül elérünk, akkor jön egy ilyen dunsztalás gyakorlatilag arra, hogy adja le a következő megrendelését, mert én azt gondolom, hogy a, az első vásárlás nehéz megszerezni, talán a másodikat még nehezebb, mert akkor már egy sokkal nagyobb elköteleződés, ott, ott egy nagy döntés születik, hogy jó, akkor innentől biobubis vagyok, innentől ezt a terméket fogom használni a házszertánsom tisztentartására. Hát itt már csak az előfizetéses modell segítene még ezen Így jobban van. pörgetni. Így van. <laughs> Amikor mondtad, hogy egy szórófejes flakont adtok, meg még előtte is beszéltük azt, hogy, hogy egy-két termékkel indultál, itt én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy Termékkör bővítésnél mire érdemes figyelni egy webshopnak? Uh -huh. Tehát mi az, amilyen terméket akár meg kell tesztelni a közönségen, hogy ez most működik, uh -huh. vagy nem, vagy éppen csak a megérzéseidre hallgatva uh -huh. hoz be egy új terméket. Erre is nagyon jó az, hogyha megtörőd kérdezni az ügyfeleket, hogy egyébként mit látnának szívesen a nagyon sok olyan új termék bevezetésünk történt az alapján, amiket egyébként teljesen maguktól az ügyfelek kommentek be, e-mailre reagálva, vagy csak úgy autodidakta módon ö, adtak nekünk választ, hogy én az íródót szívesen látnám a palettán, vagy hogy mikor érkezik a mosóperfüm, vagy bármi. Ezekre mi hallgatunk. Tehát mi, mindig az ügyfeleket kell én úgy gondolom szolgálni. Ez az elsődleges ö, front, ahol mi, mi, eldöntjük, hogy milyen új termékeket kell bevezetni. Meket hát nyilván a piacról is van egy visszajelzésünk, ahogy hogy követjük a konkurenciát, hogy ő náluk mi lehet az, amit ő legjobban hirdet, miért az az, általában az a következtetés, hogy az ember azt veszik, hogy azt vásárolják tőle, és hát akkor arra kell, arra kell mozognunk. Tehát az első szerintem az ügyfél utána, meg a piacról a visszajelzés. Egyre nagyobb a konkurencia harc a biotermékeknél is. Én úgy látom, legalábbis azt tapasztalom a piacon, biztos te is ebben meg tudsz erősíteni. Igen. És mi az, ami, amivel ti mégis ki tudtok tűnni? ebből a tömegből hm? szerinted? Az első gondolatom erről egyébként az, hogy az, hogy egy termék öko vagy bio, főleg még egy tisztítószer, az már én úgy gondolom, hogy inkább nem egy előny, hanem sokkal inkább egy elvárás az ügyfelek felől. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nekem nincs már azzal előnyöm, hogy hogy ők terméket árulok, hiszen lassan már mindenki azt árulja. Tehát ez egy, ez egy elvárás az ügyfelek felől. Legalábbis aki őkoturatos. Úgyhogy azzal eladni terméket, hogy mennyire ők az én termékem, szerintem már nem nagyon lehet, és mi ezt nem is úgy kezeljük, meg nem is úgy hirdetjük, hogy, hogy vedd meg, mert ha úgy hűdőkú, hanem például ugye hozzátettük ezt a hulladékmentességet, kidolgoztunk egy modellt, leegyeztettük a logisztikával, hogy hogyan fognak tudni hozzánk visszajutni ezek a flakonok, úgy, hogy azzal egyébként nem termelünk adott esetben sokkal több széndiokszid kibocsátást vagy akármi. Én azért beszélek erről könnyen, hogy hogyan tudok kitűni a konkurenciától, mert én nem a, nem a konkurencia termékét árulom, hanem a saját márkámat. Úgyhogy abból nem vagyok benne biztos, hogy ekkora növekedésünk lett volna, ha mondjuk csinálok egy webshopot, ahol csak akkor termékek vannak és konkurens termékeket árulok. Tehát egy ilyen marketplace hozok létre. nekünk azért van egy erős márkaszemléletünk, ez a közvetlen kommunikációnk, másképp kezeljük az ügyfeleket, eleve így. így Normálisan kommunikálunk feléjük, hogy számíthat ránk, meg hogy minden, minden kérdésre és bármire választolunk. Talán ez ez az egyik legnagyobb konkurenciaverő eszköz, hogyha tudod helyén kezelni az ügyfeleket, és jól, jól érzik magukat, illetve tőled vásárolni. Lehet, nem kapcsolódik annyira szorosan a digitalizáció téma körébe, viszont lépéselőnyt jelent az egy cégnek, hogyha a márkáját felépítette. A BioBubi az már egy önálló márka és mindig is így indult az elejétől kezdve, legalábbis ahogy utána olvastam. Ebben nagy szerepet játszott az én véleményem szerint az, hogy olyan gyártó tudtál találni, aki arra vevő volt, hogy a te márkádhoz a terméket adja. Amire kíváncsi vagyok az az, hogy hogyan tud más is olyan brendet építeni, mint a tiéd, mit tanácsolnál annak, aki még most indul ezen az úton el? Talán az első és legfontosabb, és ezzel nem akarom elbagatelizálni ezt a, ezt, a, ezt a kérdéskört, de hogy nem számít maga a termék. És ez jó nagy idézőjelben uh -huh. mondom. A, vannak gyártói orientált cégek, és vannak marketing orientált cégek, mi az utóbbi vagyunk. Ha mindenki csinálja jól a dolgát, akkor ez egy nagyon jó szinergiában képes működő dolog tud lenni. A gyártó előállítja minőségi terméket, te teszed a márkádat, meg a hozzáadott értékeidet, és akkor a piacon egy jó pozíciót fogsz tudni fölvenni, tudsz majd növekedni. Ha csak egy nagyon-nagyon jó terméked van, ami mindent megold, és mindenki ezt akarná, ha ismernék, de bén a marketinged, akkor igazából tök mindegy, mert úgyse fogják megvenni. Tehát ha nem tudnak rólad, lehet a világ legjobb terméket. Nagyon fontos, hogy egy minimum elvárást hozzon maga a termék minőségben, sőt, annál többet kell, hogy azért ne normálisan visszatérő vásárlóid legyenek, és egy tényleg jó terméket legyen de nem az a láttam, használtam egyébként, tehát, ö, relatíve sok emberrel beszélgettem, akik szeretnének saját márkát, ö, meg láttam föl, nem, hát fölfutni az azért túlzás, de elindulni új márkákat. Adott esetben egyébként ugyanattal a gyártótól, akitől mi is veszük a termékeket, és ők elhasaltak. Az elmúlt négy hmm. évben több is láttam. És mindegyiknél ugy ugyanaz volt a hiba, hogy egyszerűen bénán marketingeltek. Tehát hmm. nem, nem néztek utána a piacnak, nem tudják, hogy kinek akarnak egyáltalán eladni, csak azt látták, hogy jaj, de jó, jó mosószer, és akkor rakjunk rá valamit, az úgy jó lesz, és nem, nem cégvezetőként tekintettek erre, hanem valami kis projektre is. Ilyenkor fel is húzom magamat, hogy ilyenkor megrontják a, az ökopiasznak a hírnevét, hogy önmagában mert itt vannak tök jó termékek, ugye sok emberben még mindig benne van ez a dolog, hogy az ökó az nem annyira hatékony, hogy ez nem is ökó, meg hogy, meg hogy inkább ecetet, meg szódabikarbónát használnak, ami egy teljes hülyeség, mert pont kioltja egymás hatását, szóval van nagyon sok tenivalunk edukáció szinten, és az ilyenek mindig rontják. Ellenben egyébként én már vágyom arra, hogy legyen egy olyan konkurenciánk, akivel igazán lehet versenyezni, mert én azt látom, hogy most vagyunk nagyjából azon a szinten, és most én nem néztem pontosan utána, de múlt éves adatok alapján a, a 10-15 év alatt érték el ezt a bevétel szintet a legnagyobb konkurenciáink, amit mi négy év alatt. Hát, a, ami igazából csak három is fél. De igen. Hát akkor reméljük, hogy a következő konkurenciád az ebből a podcastből inspirálódva fog, fog mellít fel, felnőni. <gül> <gül> Mert olyan jó tanácsokat adsz az majd nekik. Beszélünk itt sokszor digitális eszközökről, marketingfogásokról. Én mégis azt látom és azt hallom a vendégeimtől, hogy a folyamatok is nagyon fontosak egy vállalat életében. Mik azok a folyamatok a te cégednél, amikre büszke vagy, uh -huh. és akár vagy van hozzá már digitális eszköz, vagy nincs, de mindenképpen a sarkatos pontja a cégednek, ami kevésbé másolható. Szerencsére nagyon az elmúlt, főleg egy évben nagyon beérkezett hozzánk, vagy be, berobbant hozzánk tulajdonképpen ez az automatizációs folyamat, mert azt, láttuk, azt láttam én is, hogy hát hiába akarok egy fenékkel több lovat megülni, ez nem fog sikerülni. Az első feladat az az volt, hogy magamat tegyem rendbe olyan tekintetben, hogy tudjak kiengedni feladatokat a kezem közül. És az a legjobb érzés szerintem, amikor egy olyan embernek tudok átadni egy feladat vagy feladatkört, aki jobban tudja csinálni, mint én. És pont ide jött el az a rész, amire ez valószínűleg sok vállalkozó már ebben van tök sok ideje, de én most tapasztaltam meg, hogy vannak olyan dolgok a cégben, ami nyilván a feladatról tudok, meg tudom, hogy mi az eredmény, amit el kell várni, de ahogy ezt a feladatot elvégzik, abban én nagyon kevés szakértelemben látok bele. Tehát odaadja mondjuk a pénzügyes nekem az Excel tábláit, és én nem tudom értelmezni. Ami egyrészt ami szerintem egyébként jó, mert úgy objektíven kell céget vezetni vezérként, szerintem, és ezekre a feladatokra meg kell találni mindig a megfelelő embert. Nyilván ez egy ilyen next step mondjuk, tehát nem a legelső szinttől, tehát akkor úgy is te vagy a mindenes, de ezért nekem egy jó érzés volt, hogy nem mindent nekem kell csinálni. Ez az első lépés, és amikor felosztod körökre, felelősségi körökre a cégedben a mindenféle teendőt, akkor tudod eldönteni, hogy ezt egyébként egy, 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 munkatárs fogja megcsinálni, vagy adott esetben van erre mondjuk egy szoftver. A marketing fronton ez a legegyszerűbb, mert ott lehet a legtöbbet automatizálni. Tehát az, szinte az összes folyamatunk az mind-mind automatizált, amit csak lehet. Meg hát ez ez egy, ez egy, kötelező minimum egy, 2024-ben egy, 2024 egy vállalkozás terén, azt gondolom. A rendszeren belül, meg a cégvezetésen belül, meg inkább apró folyamatok vannak automatizálva, amik mondjuk részfeladatokat segítenek. Tehát mit tudom én, a könyvelés előkészítéshez az, az előre legyártott Excel táblákba csak be kell importálnia, vagy uh, szoftverbe a, az Excel -táblát csak be kell importálni, és megcsinálja azt, amit azelőtt mondjuk egy munkatárs egy órát szeszölt vele. Tehát ilyen, ilyen apró dolgok, amiket a nap végén összead az ember, akkor rengeteg időt ö, elvenne tőle, és mondjuk egy egész munkatársat megspórolunk azzal, hogy van egy pár előfizetésünk egy tök, tök jó szoftverekre. Ha egy címet kellene adni a mostani beszélgetésünknek, és mondjuk egy könyvet írnál ebből a témából, vagy indítanál egy kurzust, mi lenne ennek a könyvnek, vagy a kurzusnak a címe? Talán azt a, azt a könyvcímet adnám neki, vagy a könyvnek, hogy dobd le a paradigmáid, és Vágj bele. Mondjuk ez lenne. Szuper. Most a végén felteszem azt a három kérdést, amit minden vendégemtől meg szoktam kérdezni. Az első az az, hogy mi az a hiba, amit érdemes elkerülni a digitalizáció útján? Az egyik legnagyobb hiba, ami szerinted előfordulhat? Uh -huh. Talán az, hogy valaki nem kezd, nem kezd digitalizálni. Én erre azt, azt válaszolom, nem tudom, hogy ez mennyire helyes válasz erre, de hogy szerintem nem tud hibázni, ha ezzel elkezdik. Nyilván vannak apró hibák, amikből tanulni fog, de kezdje el, csinálja meg, tapasztalja ki, főleg, hogyha ebben most vág bele, akkor ő, mint cégvezető, hogy, hogy utána tudja delegálni, és tudja automatizálni, hogy rálássan erre az egész folyamatra. A második kérdés hasonló dologra vonatkozik. Mi az a tipp, amit most adnál annak, aki hallgatja vagy nézi ezt a műsort, amit akár már holnap be tud építeni a saját vállalkozásának a folyamataiba. Nyilván attól függ, hogy ki nézi, de hogyha azt feltételezem, hogy olyan nézők vannak, akik most akarnak belevágni a digitalizációba, akkor én azt gondolom, hogy holnaptól kezdje el az ügyfeleket rögzíteni, kérdezzen tőlük minél többet, akár iparági, iparági kérdéseken belül, és ami szerintem a legfontosabb, hogy, hogy, tudja meg, hogy miért tőle vásárolnak. Ha erre választ kap, akkor rá fog jönni, hogy azok, akik eddig tőle, nem tőle vásárolnak, őket hogyan fogja tudni becsábítani magához. Szuper, és a legutolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy kiket kövessen az, aki el akar indulni a digitalizációval, aki egy lépés előnyt akar szerezni, uh -huh. milyen influencereket, milyen blogokat olvasson. Te honnan szerzed az információidat? Talán a idehaza az egyik legjobb, és én nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy ez a Minner. Hogyha valaki ilyen témában töri a fejét, akkor ő szinte megkerülhetetlen, mert rengeteg információ található őnál, és én nekem is nagyon sokat segített, illetve talán azt tudom mondani, hogy nem is influencert, mert ők számomra egy picit mindig túlzásokba esnek, ami, amivel egyébként nincsen baj, mert a lényeget átadják. De hogyha van egy pár olyan webáruház vagy vállalkozó, aki számára szimpatikus, és kérdezte tőle, akkor, akkor egész nyugodtan menjen oda. Én, nekem mai napig van ilyen, hogy hogy ráírok egy egy számomra elismert és példértékű cégre, hogy tudnék -e a tulajjal beszélni 10 percet, 5 percet, vagy bármit. Hát, hát tudunk cserélni valami infót. Szóval nem tudom, hogy ezt más szoktál csinálni, én, nem, ez egy szokás, és szerintem más, egymástól lehet a legjobban tanulni. Hol tudtak téged elérni, akik most egyből telefont ragadnak, vagy e-mailt -mail, e ragadnak, és, és, írni akarnak neked? Írjenek bátran a biobobi.hu ügyfélszolgálattal, és a kolléganőm meg majd is továbbítja a megkeresést, ha, ha lesz én. Rendben Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és ilyen rengeteg jó tippel láttad el azokat, akik a digitalizáció útjára akarnak lépni. Köszönöm szépen a meghívás még egyszer is, egy volt. Ha kíváncsi vagy arra, hogy léphetsz meg a versenytársaitól, és lehet téged a legtöbb vevő, kövess be minket, így időben értesülsz a legújabb epizódokról. Valamint ne felejtsd el öt csillagra értékelni a podcast csatornát akár Spotify-on, vagy Apple Podcast-en.